A Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében pedagógus napi ünnepséget tartottak május 30-án délután a Rákóczi Vár Színház termében. Az eseményen köszöntötték és elismerésben részesítették a környék oktatóit. A Szerencsi Tankerületi Központ művészeti csoportja adott műsort azon a pedagógus napi rendezvényen, melyre a környező települések tanárait, tanítóit várták. A Rákóczi Vár Színház terme zsúfolásig megtelt. Az eseményt Szabó Árpád, a tankerület vezetője nyitotta meg, aki megköszönte a pedagógusok magas színvonalú szakmai munkáját. Úgy gondolom, nincs is annál nagyobb öröm egy pedagógusnak, ha valakit valamit megtanít, amit nem tud. Ebből a gondolatmenetből kiindulva jó érzéssel tölt el, hogy erősíteni tudjuk a hozzátartozó szakmai munkát, infrastruktúrát. Amint egy közel 4 milliárd forint értékben elnyert pályázati forrásokból, már sok intézményünk megújult, de hátra van még jó pár fejlesztés, intézményfelújítás, szakmai továbbképzés. Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ elnöke beszédében arról szólt, hogy a pedagógusokat nap mint nap köszönet illeti azért, amit tesznek, ugyanis a felzárkóztatás, a tehetséggondozás meghatározza a gyerekek jövőjét. Ezt követően Koncz Ferenc és Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselők is köszöntötték a megjelent oktatókat. Az ünnepség keretében adták át a Zemlényi Zoltán pedagógus intézmény vezetői díjat azoknak az intézményvezetőknek, akik pedagógus kollégáik mellett kimagasló szakmai tehetséggondozói munkát végeztek, és elhivatottságuk példaértékű. Emellett elismerésben részesítették a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelői oktatói munkát végző pedagógusokat, valamint pedagógus szolgálati emlékére melltüntették ki azokat, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatás nevelése érdekében tevékenykedtek.